elég sok sűrben járnak, igen. És? A kórházba is, meg ide a gyógyszertárba is járnak. A kisvárdai kórház mellett dolgozó patikus szerint gyakran érkeznek hozzájuk olyanok, akik kettős állampolgárok. Jó sok jön orosz, tehát nem magyar recepttel, aki kettős állampolgár, és akkor van magyar tajszáma is. A kettős állampolgárok között azok is kapnak ellátást, akik fiktív magyarországi címekre vannak bejelentve. A Népszava szerint egyre többen használják ezt ki, és kezeltetik magukat a kisvárdai kórházban. Többen magyar tolmáccsal érkeznek. A kisvárdai kórház főigazgatója szerint ők mindenkit aszerint látnak el, hogy milyen dokumentumokat mutat fel. Hogyha valakinek van érvényes személyigazolványa, illetve érvényes tajkártyája, akkor a magyar biztosítás terhére megkapja az egészségügyi ellátást, egyéb esetekben pedig ki kell fizetnie azt. A kórház főigazgatója azt is megkérdezte az orvosoktól, hogy mennyi ukrán állampolgárt láttak. 203 ezer járó beteg fordult meg nálunk az elmúlt 6 hónapban, ebből 1030 darab ukrán betegünk volt, aki az ellátásért itt a kórházunkban kifizette a szükséges díjakat. Szolgálati közleményt elmondod? Melyik részét? Az aratót. Ja, hogy nem őt láttuk, igen, nem Arató Gergely, DK képviselő volt látható, hanem a kórháznak az igazgatója, a kisvárdai kórháznak az igazgatója. Na, baromire érdekel engem, hogy hogy a fenébe lehet magyar állampolgársághoz jutni. Tényleg, ez iszonyú. Ugyanis nekem van egy-két ismerősöm, rokonom, akik évtizedekig nem majd teljesen magyarok, tehát abszolút minden szempontból, és egyáltalán tudtak magyar állampolgársághoz jutni. Most itt ezrével, vagy nem tudom hány tízezrével, nettó ukránok jutnak állampolgársághoz. És bruttó az hogy hangzik? Igen, nettó ukránok, akkor első ezek a nénik meg le is oroszozzák őket, mert minden, hát ez teljesen lejtő számomra. Itt olyan kiskapuk vannak, tényleg, hogy nyitva, amit én nem értem, hogy miért nem csuknak be. Szóval itt tényleg... Nem becsukni kéne átalakítani. Kelet-Magyarországban, és most nem Kisvárdáról beszélek, hanem mondjuk Miskolcról, Debrecenről, hatalmas üzlet az, hogy jönnek Ukrajnából át, Romániából jönnek át emberek, és itt vesznek igénybe egészségügyi szolgáltatást, mivel ott szörnyű állapotok vannak, és fizetnek érte. Tehát abszolút rendben van. Hát azt kéne csinálni, hogy jöjjenek ide, csinálunk ilyen kórházat, olyan járóbeteg, stb., és legyen ez egy jó biznisz. Nekik is, nekünk is, nem? Ausztriából is átjönnek fogorvoshoz, meg fodrászhoz. De van az, hogy magyarok is kimennek Spanyolországban, mert sokkal a kórházi ellátás, mondjuk én Franciaországban tapasztaltam ezt meg, hát fantasztikus, még a menü is érdemes, és azt mondta az orvos, hogy csináltassuk meg, benne van az uniós szabályban ezt és ezt a beavatkozást, sokkal jobban, sokkal olcsóbban. Elnézést, lefelé kivágjuk, te midet kuráltatod Franciaországban? Nem, az én drága feleségemnek volt ott némi nemű problémája, és 5 napig magam is a kórház szolgáltatásait vettem igénybe. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Tényleg. Jó. Menjünk, kórházat. Igen. Szóval azért érdekes, nagyon érdekes, egy vidéki kis kórház, hogy ott milyen a szolgáltatás, milyen a nővérek, milyen a felszolgált étel, mennyiből lehet választani, milyenek a kórtermek. Szóval jó, hát nem, ez más. Tehát ez más történet. Épp ebben a stúdióban a Verebessel voltunk együtt, és ő is mondta, hogy Nyíregyházán fantasztikus a kórház. Tehát nem lehet azt mondani, tehát nem lehet így általánosítani semmibe szerintem. És van egy angol barátom, ő pedig azt mondja, hogy a londoni kórház, vagy a kórházi ellátás az förtelmes. A szörnyű. Hát, szóval azt is láttam. A Népszava azt írja, a határ túloldaláról majdnem minden nő ide jár szülni, még akkor is, még akkor a járulékot se kell fizetniük, mert a sürgősségi ellátásnak számít. Az itteni orvosok meg szeretik az ukrán nőket, mert sokkal több borrabalót adnak, mint a szabolcsi cigányasszonyok. Igen, egyébként ebből a szempontból ez fontos, amit mondtál, hogy a rendszer elvileg működhetne, mert hogy pénz van benne láthatóan. Abszolút az egészségügynek ugye szüksége van pénzre, erről
már számtalanszor, meg már tényleg túl is beszéltük, csak akkor az embernek ilyenkor mindig eszébe jut mondjuk a Kásler Miklós, aki azt mondta, hogy 24 ezer magyar embert meg lehetne menteni, hogyha időben mondjuk egészségügyi ellátáshoz jutna, és most nem akar, meg nem is szabad differenciálni ember és ember között, de csak az, amit a Bandi mond, hogy ez egy ilyen politikai játszma, és ez a gáz benne, hogy a politikát teszi az egészségügyet, tehát hogy fölülírja ezt a történetet, mert hogy aki kettős állampolgár, az ugye azt mondta egyébként a kóráznak az igazgató, hogy hát ha TB-vel rendelkezik, akkor neki el kell látni, hát mit tud csinálni, ha meg nincs, akkor meg fizet. Tehát hogy mit kell ezen bonyolítani, ezen a történeten, miközben hát itt, amiket te is olvasol, hát azért elgondolkoztatom. Ez a történet ez abból a szempontból fontos és tanulságos, hogy amikor van egy nagy politikai döntés, ami valamiféle nagy politikai célt vagy ideológiát szeretne kiszolgálni, állampolgárság esetében ugye ez a 2010-es állampolgársági törvény módosítása, csak a Fidesz foglalkozik a határon túli magyarokkal, és pont, és ezt most leírjuk papíron, erről szól, és nincsen az ilyen politikai döntések kapcsán végig gondolva, és ebben az egész történetben a főigazgatóra sajnálom a legjobban, aki nagyon korrekt válaszokat adott nagyon bonyolult kérdésekre. És igazából ezeket a döntéseket, meg ennek a következményeit, miután nincsenek alapvetően végig gondolva, vagy magasról le vannak tojva, utána az apparátusnak, a rendszer működtetőinek kell valahogy megoldani, gyakran általában mondjuk az itt élő magyar állampolgárok rovására, hogyha mondjuk az egészségügyi ellátás nem fog jól működni. Tehát ez számomra mindig ezek a visszariasztó, ilyen elrettentő példák voltak, hogy nem szabad politikát csinálni, meg politikai döntéseket hozni. Jó, nyertünk 70 másodpercet a második harmadra.